Köszöntöm Önöket, az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. Múlt heti adásunkat folytatva ezúttal is azokról a tévhitekről beszélgetünk, amelyek az ideggyógyászat területén előfordulhatnak. Vendégem ezúttal is dr. Ilnicki Sándor, neurológus. Köszönöm, hogy ismét eljött hozzánk. Üdvözlöm a kedves nézőket ismét. Az előző adásban több területet is érintettünk, mind az agyvérzést, mint például a Parkinson-kort, és most arra kérném, hogy folytassuk a nyaki gerinc meszesedésével. Ezzel kapcsolatban milyen tévhitekkel találkozott már doktor úr? Rendkívül sok, ami itt említést érdemel. Ennek mi lehet az oka? Hát az, hogy a nyaki gerincsel gyakorlatilag mindenkinek elkezd meszesedni egy bizonyos életkor után, ami már nagyon fiatal kort jelent, tehát 30-40 évesen ez már elindul ez a folyamat. És nagyon sok olyan panasz tünet van, amit egyszerűen ezzel összekapcsolnak azon okból, hogy ez is van a betegnek, az is van a betegnek, tehát akkor biztos az egyik a másiktól van. Erre az előző adásban kitértem, hogy ez a nem teljesen adekvát összekapcsolás, ez sajnos elég gyakran előkerül. És hát a nyaki gerinc az mindig kéznél van, tehát ahhoz mindig lehet, hogy mondjam, fordulni, hogyha valamire valami indokot akarunk találni, és hát a betegek azok ugye általában elvárják azt, hogyha van valami panaszuk, arra kapjanak valami magyarázatot, hogy mitől van. Ha már meggyógyítani nem lehet azt a panaszt, legalább egy magyarázatot kap, hogy ettől van. Na most, mivel mindenkinek szinte meszes a nyaka, hát egy idős embernek biztos, de már gyakran fiatalnak is, csomó mindent egyszerűen rá lehet erre fogni. Na most hát egy másik stratégia az, hogy őszintén megmondani a betegnek, nem tudjuk, mitől van a panasza, lehet ettől, attól, amattól. Van, aki elfogadja, van, aki nem, de ez meg a másik stratégia, hogy mondunk valamit, ami hát egyáltalán biztos, hogy úgy van, de a beteg lehet, hogy átmenetileg úgymond ebbe belenyugszik, megelégszik. Én speciál ezt a stratégiát nem annyira támogatom, de itt akkor kitérnék arra, hogy melyek ezek a kórképek, amiket gyakran ide kevernek. Részben, hangsúlyom, részben indokolatlanul. Az egyik ilyen panasz az a kezek zsibbadása. Ez tényleg mindennapos dolog, hogy jön a beteg azzal, hogy zsibbadnak a kezei, főleg éjszaka, fölébred rá, odébb rakja, akkor elmúlik, aztán megint fölébred. És hát ő is mondja, hogy hát biztos a nyakamtól van, mert hogy az meszes. Hát lehet meszes a nyaka, de ez a panasz valószínűleg nem ettől van, hanem ez az úgynevezett kéztűalagút vagy karpális alagút szindrómának a tipikus tünete. Most a baj az csak abból származik, hogy ezeket a betegeket ilyen-olyan fizikoterápiás, meg gyógytor, meg egyéb módszerekkel kezelik, amitől csöppet sem lesz jobb, tehát magyarul nem jut el a megfelelő diagnózisig és kezelésig. A másik ilyen gyakori dolog, amit a nyaknak tulajdonítanak, az a szédülés meg fülzúgás. Na most mind a kettő rendkívül gyakori, szédülés és fülzúgás is. Tehát fülzúgás 10 éves embereket is érinthet úgy, hogy onnantól kezdve egész életén át ez fenn fog állni. Legtöbbször semmiféle okát nem lehet megállapítani, de mondjuk ha az illető már van 30-40-50 éves, és csinálnak neki egy nyaki röntgent, azon látszik, hogy hát meszes a nyaka, meg ilyen-olyan elváltozások vannak, és akkor adódik a konklúzió, hogy hát attól van, hogy. Na most ez a legritkább esetben sem igaz, viszont hát a beteg akkor lehet, hogy megnyugszik, hogy kérem szépen ettől, és mit lehet vele csinálni? Hát ki lehet cserélni a nyakát? Nem. Meg lehet fiatalítani? Nem. Tehát akkor innentől kezdve sakmat. A köztudatban, ami még itten nagyon összekeveredik, az, hogy a nyaki gerinc meszesedése, meg a nyaki erek meszesedése. Tehát számtanszor van, amikor például egy beteg jön hozzám nyaki ér ultrahangra, akkor mondja, hogy hát igen, tessék itt ezt megnézni, mert itt úgy fáj, meg úgy recseg, ropog a nyakam. Na most az, ami recseg, ropog, meg fáj, az nem az erek. Az mindenképpen a gerinc csigolyák, illetve ennek következtében az izomzat, ami ilyenkor fáj. És hát amit ki kell hangsúlyoznom, hogy a nyaki erek szűkülete, érrelmeszesedése az abszolút nem fájdalmas. Mondhatnám, hogy sajnos. Miért mondom ezt? Hát azért, mert hogyha fájna, akkor kiderülne időben, hogy valakinek érszűkület van a nyakán, még mielőtt sztrókot vagy gutaütést kapna. Így viszont általában csak akkor derül ki, amikor már megtörtént a baj. Tehát általában fájdalmas dolgokkal sokkal előbb mennek az emberek orvoshoz, mint egy olyannal, ami gyakorlatilag nem fáj. A következő tévhit, amit talán mindenképpen érdemes lehet megemlíteni, az az erős fejfájás, amit gyakorta migrénként diagnosztizálnak a betegek. Ezt is tegyük tisztába, hogy mégis mi a kettő között a különbség. Igen. És van-e átfedés? Természetesen átfedés van.
Tehát akkor amit tisztázni kell, a migrén az egyfajta fejfájás, egy speciális fejfájás szindróma, aminek elég tipikus tünetei vannak. De ha valakinek nagyon erős fejfájása van, az lehet migrén, de nem törvényszerűen az. Tehát nagyon erős fejfájást okozhat az agyvérzés, az agyhártyagyulladás, a trombózis, sok minden. Viszont a migrén az azért majdnem mindig erős fejfájás. Tehát ilyen értelemben ebbe az irányba többnyire igaz a megállapítás, de annak jellegzetességei vannak, hogy görcsös, lüktető, hányinger, hányás, fénykerülés, stb. Társul hozzá. Úgyhogy ha valakinek úgymond csak erős fejfájás van, de ezek a kritériumok nincsenek meg, akkor azt nem lehet migrénnek nevezni. A pánikbetegséggel kapcsolatban tapasztalta már bármilyen olyan tévhitet, ami egyébként nem feltétlen igaz? Ugye a pánikbetegség az kicsit kakuktojás, mert az nem neurológiai betegség, de olyan tünetekkel is járhat, ami olyan, mintha neurológiai baja lenne az illetőnek. Ugye a másik jellemző az, amikor kardiológiai betegséget, mondjuk szívinfarktust utánoz a pánikbetegség, és ott a pánikbetegség nem arról van szó, csak hogy a beteg most megijed valamitől, sőt általában nem valamitől ijed meg, tehát nem valami külső tényező váltja ezt ki, hanem arról van szó, hogy bizonyos belső feszültség, szorongás az úgy tör utat magának, hogy nagyon durva vegetatív és testi tünetekkel jelentkezik. És ezt általában nem valamilyen aktuális külső dolog váltja ki. Tehát nem arról szól, hogy valamitől megijed az illető, és úgymond bepánikol, megy a köztudatba vagy a köznyelvbe, ez van. Ez nagyon gyakran éjszaka következik be, hogyha a beteg arra ébred föl, hogy nem kap levegőt, szúr a mellkas, a zsibbad a keze, szédül, stb. Tehát magyarul a úgymond bepánikolás az nem egyenlő a pánikrohammal vagy a pánikbetegséggel. A szklerózis multiplex még egy nagy téma, egy nagy betegségcsoport, hogyha mondhatom így, amit mindenképpen meg kell említenünk. Ugye ezt leginkább úgy társítják az emberek, mint az időskori betegség. De ezt, hogyha jól tudom, akkor nem így van. Igen, ez nem így van, de hogy honnan származik ez a tévhit, ezt csak feltételezem még hozzá. Ugye van az aterosklerózis, vagy arteriosklerózis, tehát az agyér elmeszesedésnek a külföldi neve, és ugye abban is benne van a szklerózis. Ugye az agyér elmeszesedés, erről ugye a múltkor már volt szó, ezt tisztáztuk, az időskorba fordul elő, és gondolom ebből származik ez a téves asszociáció, hogy a szklerózis multiplex, amivel szintén benne van a szklerózis, de ott a szklerózis nem az erekre vonatkozik, hanem az agyi fehér állományban vannak ilyen gócok. Innen jöhet ez a tévhit. Tehát valóban, ahogy tetszett mondani, ez nem időskorban indul ez a betegség, hanem a fiatal felnőtt korban, tehát 20-25 év környékén jellemző módon. Másik ezzel kapcsolatos fontos tévhit, ami hát azáltal megalapozott tévesen, hogy többnyire az ember azokat az eseteket látja, amikor ez a betegség nagyon gonosz formában jelentkezik. Tehát miről beszélek most, én kicsit körülírtam, de arról beszélek, hogy szklerózis multiplex, akkor mindenkinek rögtön egy tolószékes ember jelenik meg így a lelki szemei előtt, mert ugye ilyeneket látunk itt-ott. Na most mindazokat a betegeket, akik még szklerózis multiplexesek, de 70-80 éves korukban is még mondjuk hegyet másznak, meg nem tudom mit csinálnak, azokat nem nagyon mutatják, mert abban kevesebb a szenzáció. Tehát ez egy nagyon szélsőséges lefolyási formákat mutató betegség, vannak nagyon rossz indulatúak valóban, hogy néhány év alatt tolószékbe kerülhet az illető, de van olyan, akinek csak időnként jönnek vissza tünetei, amik majdnem teljesen elmúlnak, és gyakorlatilag úgy éli le az életét, hogy ebből komolyabb hátránya nem származik. Tehát ez egy olyan betegség, aminek eléggé változékony és szélsőséges a lefolyása, a kimenetele, a prognózisa. A következőkben tennék egy kijelentést, és akkor arra kérném a doktor urat, hogy cáfolja meg. A nyaki ereg szűkülete fejfájást okozhat. Igen, hát ez a másik, amivel gyakran találkozunk, hogy a beteg például azért jön vizsgálatra, nyakér ultrahangra, mert hogy fáj a feje. Megint két nagyon gyakori problémáról van szó, a fejfájásról, meg a nyakéreknek a betegségéről, ami nem feltétlenül szűkület lehet, csak meszesedés, stb. Tehát a betegek úgy gondolják, hogy nekik esetleg attól fáj a fejük, hogy az agyuk nem kap elég vért. Hát honnan jön ez a téves képzettársítás? Onnan, hogyha valakinek ugye a lába nem kap elég vért, akkor az fáj. Ha valakinek a szíve nem kap elég vért, mondjuk szívinfarktusa van, vagy anginája, akkor az fáj. Most az agy az nem fáj.
Az agy érzékeli a fájdalmat más területekről, de maga az agy nem fáj. Tehát az agyal bármit lehet csinálni, ezt lehet vagdosni, lehet bármit csinálni, az nem fáj. Abban nincsenek érző idegvégződések. Tehát ha az agy nem kap elég vért, akár amiatt, hogy érszükött vagy, akkor az nem fog fájni. Tehát magyarul, hogyha a fejfájás okát a nyaki erekben keressük, akkor meglehetősen rossz irányba keresgélünk. Most van nagyon-nagyon ritka kivétel, amire inkább nem térek ki, de az általánosság az az, hogy nincs kettő között kapcsolat. A következő, amit ugyancsak meg kell említenünk, az az epilepszia, amelyről úgy tartják, hogy eszméletvesztéssel és rángatózással járhat, de ez mégis hogy is van valójában? Ez pontosan, hogy járhat. Tehát ez a helyes megfogalmazás, hogy járhat, de az epilepszia nem egyenlő sem az eszméletvesztéssel, sem pedig a rángatózással. A klasszikus nagy roham, epilepsziás nagy roham, amit hát egy laikus is láthat, mert nem olyan ritkán például köztéren is ilyen előfordul, bárhol, utcán is, mert sok epilepsziás beteg van, az valóban rángatózással, eszméletvesztéssel jár. De az epilepszia az szinte egy nagyon-nagyon tág kategória, rengeteg különböző forma tartozik ide, amik között vannak olyanok is, amik szinte észrevehetetlenek, vagy észrevétlenek, csak nagyon finom jelei vannak, tehát például a beteg egy pár másodperc úgymond elbambul. Se nem esik össze, se nem rángatódik, csak elbambul. Mint hogyha képszakadás lenne, aztán folytat mindent. De vannak olyan rohamok is, amikor van rángatózás, például a végtagban, de a betegnek az eszmélete teljesen megtartott. Csak egyszerűen azt vesz észre, hogy rángatózik a keze, és ezt nem tudja akaratlagosan megakadályozni. Aztán van olyan is, hogy az eszméletét elveszti, de nem rángatózik. Tehát ezeknek különböző formái vannak, némelyik valóban olyan, hogy még a szakemberekben sem mindig elsőre az epilepszia gyanúját kelti föl, hanem akár egy agyi keringés zavar, vagy valami más hasonló ilyen rohamokban jelentkező betegség. Tehát mondom, az epilepszia az egy sokféle szertágazó kórkép. Beszélgetésünk végén az utolsó, amit még meg kell említeni, az az agyvíznek talán a lecsapolása. Ezzel kapcsolatban talán az emberek nagyon félnek is, és nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ilyenkor mégis mi történik. Igen. Ezzel is nagyon sokszor találkozunk, hogy honnan származik ez, erről tényleg fogalmam sincs, viszont azt, hogy ezt erősíti nagyon sok, hogy mondjam, rossz forrás, abban egész biztos vagyok. Tehát konkrétan mi itt a tévhit? Az az, hogy az agyvízvétel, amit ugye úgy végzünk, hogy az alsó gerinc szakaszon szúrunk be egy tűvel, ahonnan lebocsájtunk néhány milliliter agyvizet különböző vizsgálatokra. Ugye az agyvíz az úgy néz ki, hogy a koponyában az agy körül is, illetve a gerinc csatornában a gerincvelő körül is megtalálható, és ez ugyanaz az agyvíz, tehát nem kell a koponyába szúrni ahhoz, hogy agyvizet tudjunk venni, hanem lent a deréknál, a csigolyák nyúlványai között tudunk egy vékony tűvel behatolni. Hát a tévhit az valahogy úgy hangzik, hogy ettől meg lehet bénulni, mert mit tudom, véletlenül beleszúrnak a gerincvelőbe, és akkor mit tudom, valaki ismer valakit, akinek az ismerősének, a szomszédjának, az unokahúgának volt ilyen, és persze hát senki nem tud olyat mondani, aki személyesen ilyen elszenvedett volna, mert nyilvánvalóan ilyen nincsen. De ez valahogy nagyon masszívan beleégett a köztudatba. Erre még azért rátesz egy-két lapáttal néhány olyan forrás, amit az emberek többé-kevésbé hitelesnek fogadnak el. Például, amit egész konkrétan tudok, hogy amúgy szakmailag többé-kevésbé hiteles ilyen orvosi sorozat, tehát hogy mondjam, tehát nem ismeretterjesztő, hanem ilyen tévésorozat is tartalmazta ezt a teljesen nyilvánvaló sületlenséget, és nyilván az emberek úgy gondolják, hogy hát, hogyha a Dr. House is ezt mondja, akkor biztos úgy van, de mégsem így van. Mi ennek a magyarázata? Ennek az egyszerű magyarázata az, hogy ahol ezt a vizsgálatot végezzük, tehát abban a magasságban a gerincnél, ott már nincsen gerincvelő. Tehát ez az apróság szól az ellen, hogy a gerincvelő be lehessen szúrni. Tehát a gerincvelő az kb. Ilyen távol már véget ért. Tehát ott, ahol mi beszúrunk, ott már egyszer nem tudjuk a gerincvelőt megszúrni. Ott az ideggyökök vannak, amiket nem lehet megszúrni, mert azok egyszerűen elmennek a tű elől. Tehát ezzel a vizsgálattal nem lehet ilyen bajt okozni. Úgyhogy
akinél ilyen vizsgálatot szeretnének végezni, és ettől tart, akkor nyugodtan kérdezze meg a kezelőorvosát, feltehető, hogy ön ezt a választ meg fogja kapni, és nyugodjon meg, hogy ettől ilyesmit nem lehet elszenvedni. Tehát akkor legyen szó bármely tévhitről, nagyon fontos, hogy mindig hallgassunk a kezelőorvosunkra. Igen, ezt javaslom én is. Doktor úrnak köszönöm szépen, hogy ismét eljött hozzánk, és megosztotta velünk a gondolatait. Örülök, hogy elmondhattam. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten újabb témával jelentkezünk itt az Egészségmentén című magazin műsorunkban. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!